Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék egy új videóval, ebben a videóban pedig Csabusa és Ice Bluebird közös pályáját fogom kijátszani, ami az örökség névre hallgat. Ez egy Minecraft horror pálya, Minecraft 1.9.2-es verzióhoz. Csabusa és Ice Bluebird csatornának a linkjét meg fogjátok találni a leírásban, illetve valószínűleg a trailereket is be fogom linkelni, onnan majd le tudjátok tölteni a pályát, hogyha ti is ki szeretnétek próbálni. És hát gyorsan még annyit elmondanék itt a videó elején, hogy Csabusáik megkértek arra, hogy próbáljam ki ezt a pályát, és úgy voltam vele, hogy ha már kipróbálom, akkor miért ne készüljön róla a videó. És ezt azért is mondom el nektek, mert mostanában egyre többször láttam azt, hogy más videósokat vádoltuk azzal, hogy kopizzák a többi videóst, azzal, hogy ugyanazt a pályát játsszák ki. Ez nem erről szól, ez arról szól, hogy a készítők próbálják valahogy ugye népszerűsíteni a pályát, minél több emberhez eljuttatni, ezáltal több videósnak is elküldik ugyanazt a kalandpályát, tehát ne azt képzeljétek el, hogy mi nézzük a többi videóst, és akkor úristen, de jó volt ez a pálya, letöltöm és végigjátszom én is, és senkinek nem fog feltűnni. Ez körülbelül olyan téma, mint amikor mondjuk van egy zenekar, akik még nem futottak be, írtak egy nagyon jó számot, elküldik számos rádiónak, és egy rádió elkezdi játszani, aztán egy másiknak is megtetszik, ott is elkezdik játszani, tehát ez nem kopizás, főleg nem egy Minecraft horror pályánál, ahol mindenkinek más lesz a reakciója, de egyébként ez bármelyik kalandpályára elmondható, hogy mindenkinek más lesz a reakciója, másképp fogja megoldani a feladatokat, másképp gondolkozik, ezáltal minden videósnak valamilyen szinten egyedi az, amit létrehoz a végén, és hogyha esetleg láttátok már másnál ezt a végigjátszást, akkor ezért is érdemes itt megnézni, illetve hogyha nálam láttátok, és esetleg később más videósnál is látjátok, azért lesz érdemes végignézni, mert valószínűleg ő másképp fog rá reagálni. Szóval szerintem ez érthető, úgyhogy az ilyen kopizós hülye kommenteket kérlek hanyagoljátok nálam is, és más videósnál is. Ezt azért is akartam nektek elmondani, mert szerintem sok videós nevében beszélhetek erről, és sok videós ugyanígy gondolja. De nem akarom elhúzni az időt, illetve nem is akarom elrontani senkinek a kedvét ezzel, illetve kizökkenteni. Akkor játsszuk is végig ezt a horror pályát. Minecraft 1.9 horror pálya, itt van Ice Bluebird, illetve Csabusa. Szabályok, játsz egyedül. Check. Legyen max hangerőm. Ezt beállítottam, ugyanis elkezdtem már játszani a pályát, azonban a Musicnál felvettem Maxra, és elkezdtem a Minecraftnak azt az irtonyogi zenéjét játszani, és hát nagyon-nagyon hangulatromboló volt, úgyhogy most levettem a Musicot. Remélem nem ott vannak azok a hangok, amiknek le kell majd játszódniuk a játék során. Majd meglátjuk, nem tudom egyébként, hogy hogy lehetne kikapcsolni a zenét, külön a Minecraftnak a zenét, de szerintem erre gondoltak Csabusáék, úgyhogy... Úgyhogy így ez van. Jó. Aztán legyen a legsötétebbre állítva, ezt leszettem Moody-ra, de azért megmutatom Video Settings Moody. Ne használj más resource packet, nem használok csak az alapot, illetve azt, amit megadtak. Itt vannak a YouTube csatornáik, leírásban is meg fogjátok találni, de hogyha itt rákattintotok a chatben, akkor is meg tudjátok nézni. És indítsuk el. A teljes játékélmény érdekében ajánlott a fényességet a legsötétebbre állítani. Indítás előtt ellenőrizzük, hogy be van-e töltve a resource pack. Ha nem látod a kódot, a legalsó blokkon töltsd le erről a linkről, ha látod, írd be az alábbi billentyűzeten. Jó, 5, 3, 8. És akkor itt is vagyunk egy erdő közepén. Ha jól látom, akkor vagy megy le a nap, vagy jön föl. Valószínűleg egyébként nem megy az idő. Bár mintha este lenne, mert jönnek elő a csillagok. És akkor van egy könyv a kezünkbe. Ez egy napló lesz, hogyha jól látom. Igen, ez egy napló. Jó. Föl is lehet olvastatni. Olvastassuk akkor szerintem föl. Kezdő történet. A napló. 2016. második hó elsője. A mai nap kaptam egy levelet egy idős úrtól. Meglepett, hiszen egy régi ismerősöm, azonban régóta nem hallottam már felőle semmit. Az öreg mindig is segítőkész volt velem, és habár nem tudni miért, de mindig is elég vagyonos ember volt. Sokszor kisegített már. A mostani levele azonban nagyon furcsa volt, mintha nem is ő lett volna. Hosszan ecsetelgette, hogy valamit nincs rendben a házatáján. Az lenne a legjobb, ha mi hamarabb elindulnék, és fellátogatnám az öreget, valami fontosat szeretne mondani. Talán szüksége van a segítségemre. Igaz, a ház is így elég kieső helyen van, de ha az utat követem, hamar ott lehetek. Jó, szóval kaptunk egy levelet egy régi ismerősünktől, viszont nagyon gyanús maga a levél, mert nem olyan az írás, illetve hát valószínűleg a fogalmazás. Úgyhogy akkor megnézzük ezt a nagyházat, és majd reméljük kiderül, hogy
pontosan mi is itt a helyzet. Valószínűleg akkor ide kellett jönnünk. Még jó, hogy ilyen közel ébredtünk. Jó. Erdei út 12. Menjünk be. De megváltozott. Kicsit elhanyagolhatta az öreg a takarítást. Kicsit megijesztem az út alatt. Utána nézhetnék valami kajának. És elkezdett ilyen creepy zene játszódni. Jó, ha becsukom az ajtót? Nem! Legyen nyitva, ha szaladni kell, szaladni kell. Jó. Az a baj, hogy ez a zene, ez pont arra jó, hogy parázzak mindentől. Akkor keresünk kaját. Remélem nem fog semmi kiugrani innen. Toll, nether quartz. Jó, ezek sima kaják. Elég érdekes dolgokat teszik az öreg. Itt egy nyomólap rajta, de vajon miért? Itt van steak. Meg csirkehúsi. Meg jó, itt még van kaja. Romlott krumplit, azt meghagyom. Nekem az nem kell, azt nem szeretem. Itt van még egy napló, viszont akkor előbb nézzük meg a kaját. Zárj be mindent! Jó, értve főnök. Bezárok mindent. Aha, itt nincsen kaja. Jó. Azt ott ki tudom nyitni? Nem, nem tudom. És itt ezt az ajtót se, ugye? Aha, ezt még nem tudom kinyitni, valószínűleg akkor később fogom tudni. Van nálam hús, és nem félek használni. Jó. Kaptunk még egy naplót. Napló 2. Egyre ijesztőbb a zene. Jó, akkor ezt is szerintem felolvastatom, ha már ugye megvan ez a lehetőség, használjuk. Könyv. Üzenet az öregtől. Kedves fiam, ha megtalálod ezt az üzenetem, attól félek, én már nem tartózkodom itt. Pár hete furcsa dolgok történnek, mintha más is lenné itt rajtam kívül. Öreg vagyok én már egy ilyen nagyház fenntartásához, le kell mondanom róla. Te is tudod, hány rossz akarom van a vagyonom miatt, de benned mindig is megbíztam. Ráthagyom az egész házat minden értékemmel együtt. Összepakolok még pár dolgot a pincéből, és útnak indulok. Igaz, már rég nem jártam lent, de esetenként mocorgásokat hallok onnan. Valószínűleg csak az egerek lehetnek. Megnyugtató. Az öreg lelépett, mert megijedt, és ránk hagyta a házat. Kösz! De nem tudom egyébként, hogy örüljék-e. Kicsit pókhálós, kicsit ki kéne takarítani, mert már nő a fű, meg a gaz. Hely, jó, menjünk fel. Abba maradt a zene. Ami nem feltétlenül nyugtat meg. Jó, itt nincs biztonság, el kell menekülnöm. De előbb összeszedem a kaját, jó? Ez mi ez a valami itt az ablakban? Nem jó, nem jó. De jó egyébként, ahogy járkálok. Te igen, mocorgós hangot hallok, mint hogyha éppen le akarna szakadni alattam az emelet. De ki kéne menni? Nem tudom, félek, hogy itt lesz valami. Jó, itt még van kaja. Steak. Egy tévé, azt majd mindjárt megnyomom. Ezt nem tudom kinyitni. Kérlek, segíts! Uha. Miért van itt agyag? Eddig nem volt máshol agyag. Vagy ez csak porcica akarna lenni? Na, hallgass meg akkor a tévét. Megszakítjuk adásunkat. Rendkívüli közlemény. Több szemtanú jelentett, hogy Európában zombi jár. Kérjük, legyenek óvatosak. Pontosabb információkkal jelenleg nem szolgálhatunk. Tartsák nyitva a szemüket, ha gyanús jeleket látnak, kérjük, azonnal telefonáljanak. Nem tudhatunk semmit az eredetéről, illetve hogy merre tart. Király, szóval zombi. Jellemző. Biztos ezek is a kamu hírek. De egyébként is mennyi az esélye, hogy találkozom bárki is egy zombival? Azért Európa elég nagy. Jobb lenne most inkább lefeküdnöm. Elég hosszú napom volt. Really? Jó. Feküdjünk le. Hát akkor jó éjszakát. Mióta fekszik le? Na jó. Ez tényleg ijesztő volt. Mi a fene? Mi történt? Valószínűleg lecsapta a biztosítékot ez a nagy vihar. Le kéne mennem a pincébe, megnézni, hogy vissza tudom-e kapcsolni a generátorokat. Nem, nagyon nem. És eltűnt... Ja nem, nem tűnt el a láda tartalma. Atya ég. Na jó, ez tényleg kezd ijesztő lenni. És mellett ok menni a pincébe? Aha.
Ott egy láda, azt meg kéne nézni. Még husi, jó. Még husi. Hú, ez tényleg ijesztő. Ez elkezdett mennydörögni, és nem tudom, hogy ez rosszág direkt, de... Hol van a generátor? Power, valószínűleg ez az. Ha, van itt egy kis tévé. De valószínűleg az most nem fog működni. Hogyha nincsen áram, bár már elmetek visszakapcsoltam, mert elállt a zene, úgyhogy valószínűleg... Ja nem, itt is van még. Na, már is jobb. De mintha bezárodtak volna az ajtók. Mi? Ne csináld. Na, ilyen az én szerencsém. Valami van a zárral, nem lehet kinyitni. Hát akkor egy másik utat kell keresnem kifele. Biztos van itt az öregnek egy kapcsolója a kijutáshoz. Aha. Valahol akkor kell keresnem egy kapcsolót? Valószínűleg nem itt lesz. Nem vagy egyedül. Király, ez olyan slenderös egyébként ez a nem vagy egyedül dolog. Remélem nem ő fog megjelenni, őt nagyon nem szeretném. Viszont van kis óra. Ez a vidőrkép is nagyon-nagyon szép, hogy itt... Egyből itt van. Hol van a kapcsoló? Van a tévé. Megszakítjuk adásunkat. Friss hírek alapján tudjuk, hogy Európában, Magyarországon zombi jár. Kérjük, legyenek nagyon óvatosak. Micsoda véletlenek. Jó. Bőr, meg stick. Nem tudom, hogy ezekre amúgy van-e szükség. Nézzük meg, hol lehet ez a kapcsoló. Itt van. Na hát, egy titkos lejáró. Kíváncsi vagyok, mit rejtegethet itt az öreg. Pont ráálltam. De nem vagyok rá kíváncsi, ki akarok innen jutni? Miért akarnék még lejjebb menni egy ilyen ijesztő helyen? Jó. Aha, ott egy fej. Húha. És most eltűnt. Wow. Remélem nem fog megijeszteni. Ugye nem fog megijeszteni? Ugye nem fog? Ugye nem fog? Arra kéne menni, amerre elment, nem? Vagy pont, hogy nem? Raktár. Oh! Na jó, ezt nem gondoltam volna, hogy a Minecraftban ilyeneket lehet csinálni. Tényleg nagyon ügyesek a srácok, le a kalappal. Dolgozószoba alaksor. Nézzük meg a dolgozószobát. Ebben sántikálhat ott az öreg annak idején. Menedék a fal utolsó az mögött található. Aha! Mivel az A az első, mert nagybetűve van, az az utolsó menedék a fal mögött található? Valószínűleg igen. Utolsó menedék. Oké, itt valami tényleg nincs rendben. Menedék a fal mögött található. Még egy napló. Jó, előbb akkor hallgassuk meg. Könyv. Az öreg naplója. Mindig is ez volt a kedvenc dolgozóhelyem. Bár olyan érzés, mintha valaki lenne mögöttem. Nem olyan érzés. Van valaki a másik szobában. Itt kell hagynom a könyvet. Szerencsére mindig van egy biztonságos, rejtett szobám a fal mögött. A székemből is el tudom élni a kapcsolót, főleg azért is könnyű, mert balkezes vagyok. Ha. Akkor itt van a kapcsoló. És hol nyílt ki akkor most egy ajtó? Ah, ott. Viszont azon gondolkozok, hogy... Itt nem néztünk meg egy szobát, és nem akarom kihagyni. Ja, hogy ide még nem tudunk lemenni, jó. Akkor ide vissza. Fú, nagyon creepy ez a zene. Jó. Ez az öreg, aki meghalt? Ne, az öreg, megölték, nem halhatott meg. Zseblámpa, ez később még jól fog jönni. Alaksor kulcsa. Utolsó jegyzetek. Itt áll az ajtónál. Mindjárt bejut. Valaki segítsen. Nem tudom, ki lehet az. Semmim sincs védekezni, csak ez a zseblámpa. Ne! Látom az árnyékát. Valahogy bejutott!
Itt van még egy... Megszakítjuk adásunkat, biztos TV. Forrásból tudjuk, hogy Európában, Magyarországon az erdei úton zombi jár. Kérjük ott az lakunk. Ott lakókat, azonnal hagyják el lakásaikat. Nem tudhatjuk, hogy mire képe. Ezen kívül kérjük, hogy amennyiben... Nagyon gyorsan ki kell jutnom. Igen, alapból nem szabadott volna már ide lejönnöm, tehát... nem is tudom, mit gondoltam. Jó, valószínűleg ide kell akkor lerakni. Nagyon ijesztő ez a zene. Tudni, kinyitom és történni fog valami. Ah, ott van a... Nem lát. Szia. Ott van még? Nagyjám! Ez nagyon ijesztő volt! Júj. Jó. Lehet, hogy így videóban nézve annyira nem volt nektek az, de ez az volt. Jó, akkor most menjünk ide. Itt van egy könyvéstól. Itt van egy láda. Könyv 1. Jó. Meg itt is van egy láda. Könyv 2. Jó, ezeket ide felrakom, mert ezeket már meghallgattuk. Ide be tudok menni? Vagy ide még nem kéne bejönnöm? Na mindegy, kivettük a sztéket. Itt van egy óra. Meg ott is van még szték. A szték lesz a pont? Itt is van egy pont. Oh! Lehet, hogy ide még nem kellett volna lejutnom. Igen, mit tudott a könyv? Ó, csend és nyugalom egészen más, mint a felszínen. Ez volt a legjobb hely a fontos könyvek számára. Itt tanulmányoztam az éghajlatokat is. A legoptimálisabb nekem mindig a hazai 4 évszak volt, bár ki tudja, meddig lesz így. Sok mindent volt időm kitanulni, a számrendszerek mindig is lekötöttek. Milyen érdekes, hogy a kedvenc számaim között is van 2-es hatványai vannak. Rá kellett jönnöm arra, hogy a leghasználhatóbb az oktális számrendszer. Mondhatnám úgy is, hogy az egyik kedvenc számom a 2, a harmadikon lett, azaz a 8. 4-8-ok, ez ami kód lesz, remélem csak ez a 2 könyv volt. Jó. Nem, itt a harmadik könyv. Csak 2 jó barátom volt, sajnos ők nem tudhattak erről a helyről. Így is túl nagy veszélynek voltak kitéve. Aha, jó. Együnk valamit. És akkor húzzuk meg ezt a kart. Jó, valami számsor lesz, tuti. Biztos, hogy nem véletlenül kaptuk meg ezeket a számokat. Most ugyanoda jöttünk föl, mint ahol voltunk. Lehet, hogy ide kell beírni a számokat? Hogy volt? Az 1, 2, 3. Az első volt a 4-es, ugye? 4, 8, 2. Nem tudom, az átütéshoz a gróf úr kedvenc 3 jegyű számsora a kulcs. Számsor 4, 8, 2. Ide is be kell olyan írni? Nem tudom. Jó, oké, sikerült. Na, akkor menjünk itt föl. És itt van egy ajtó. Meg itt tovább lehet menni, de itt nincs visszaút. Nézzük meg akkor, hogy itt mi van errefele. Ugyanodahoz vissza? Olyan, mintha körbe-körbe mennék. Körbe-körbe megyek? Hol volt a följáró? De most tényleg hol volt a följáró? Ez nem vicces, én eltévedek egy ilyen helyen is, hogyha nem lehet még akkor is. Most megy. Az a baj, hogy már parázok, és ezért simán előfordult. De itt van, itt az a... Ne csináld! Jó. Hú. Jó, erre valószínűleg. Itt hogy fog
Itt talán még át tudok pont kúszni. De jól megcsinálták azt a mindenit. Hú. Jó. Menjünk itt be. Tud, itt is lesz valami ijesztő dolog. Ha, jó. És akkor itt ezt meghúzom. Beállok ide a sarokba, csak ne bántsatok. Ha, és most akkor itt vissza kéne mennem? Vissza kéne kúsznom valószínűleg. Gondolom kinyitottam ott a főszobába valamit. És megint elkezdtem kúszni. Igen, jó irányba megyek. Ez eddig is így nézett ki? Eddig is ilyen kacskaringós volt. Nem nagyon tudtam odafigyelni rá. Jó, mindegy, menjünk. Kíváncsiak, hogy mit nyitottunk ki. Jó, valószínűleg itt valamit. Jó. Víz. Akkor menjünk itt föl. Ugye nem ugrálni kell? Ugye nem? Ezért kérdeztem. Jó, elhasszak egyébként ugrálni kell. Jó. Jó. Na, ez még talán nem megoldható ugrálás volt. Jaj. Nem semmi háza volt az öregnek. Azt kell, hogy mondjam. Jó, erre kell menni. Jó irányba haladok. Jelz itt a kis irányjelző tábla, vagy nem tudom, hogy hívjam. Jó. Ha ezt elrontom, nagyon-nagyon mérges leszek. Ezek a hangok. Nagyon parás. Nem tudjátok amúgy elképzelni, hogy ez annyira parás. Próbáljátok ki ezt a pályát, tényleg nagyon jó. Igen. Itt. Hajd be. És akkor erre tovább. Jó. Valószínűleg akkor most nyílt ki ott az aranykapu, ugye? Igen. Most nyílt ki ott az aranykapu. Au. Levágódtam a földre. Bedobtam egy csirkecombot, aztán tovább. Húha. Koporsók. Aha. Craftolnom kell most valamit? Jó, oké. Honnan fogom megszerezni hozzá az alapanyagokat? 1, 2. Mi ez? Korhat fadeszka. Robbanópor, fapor. Jó. Most összegyűjtök mindent, amit van a ládákban. Steak, csontpor, robbanópor, csont. Valakinek kilútoltuk a maradványait. Jó. És akkor remélem mindegyiket megtaláltuk, amire szükségünk volt. Akkor először is. Szóval hogy tudom itt lecraftolni? Van itt valami crafting table, vagy azt is itt tudom craftolni? Hát valószínűleg akkor ezt itt tudom. Gondolom. Aha, jó, kaptam egy ilyet. Kaptam faforgácsot, abból kell 3 darab. Jó. És akkor abból lett... micsodánk? Faporunk. Abból tudjuk, mondom, elkészíteni ezt. Jó. Tömény fapor. Oké. Csontpor. Ebből lett a... préselt csontpor, és abból lesz a puskapor. Jó. Rosszul raktam? Ja, a középre kell, jó. Jó, és akkor... jó, megvan mindegyik. Így, mindegyik X-et formálunk belőle, és akkor tömény fapor. És akkor megvan a robbanószerünk, amit bedrákra lehet lerakni. Itt nem látok bedrákot, úgyhogy gondolom kint kell keresnünk. Tudja, hogy itt visszafele is lesz valami, nem? Nem?
A hajó itt a bedrak. Minden ajtót kinyitottunk? Ez ki van nyitva? Az még nincsen. Na? Jó, oké. Jó. Tuti, valami ide fog ugrani az arcomba. Nem akarom, nem akarom, nem akarom, nem akarom. És azt hittem, hogy például mozgok-e, vagy most mi van? Ez nagyon ijesztő, főleg, hogy ilyen sokáig tart. Most kell zseblámpa? Ah. Jó. Tényleg még jól jön. Igazuk volt. Ezek az alien fejek, vagy nem tudom mi ez, de nagyon ijesztő. Miért kell ilyeneket belerakni? Mondom, itt van Slender is. Éreztem. Cerebrine? Merre? Merre? Miért van itt ilyen sötét? Jajjaj. Nem valami nyugtató. Jó. Jó. De legszívesebb most csak itt végig szaladnék, csak nem akarom, hogy véletlen valamit elhagyja. Ne csináljátok ezt, jó? Ez nem vicces. Jó. Lassan most már kérhetnék a felszínre, vagy valami... Mi? Itt jó, hogy leestem, vagy nem jó, hogy leestem. Ó, megérkeztem egy szobába. Na hát, az öreg rejtegetett vagyona. Megvan! Ideig üldöztek a szellemek? Asszony, de micsoda zsákmány. Egy kérdőjel, egy térképpel, régi napló. Szép. Remélem nem egy arckép akar lenni. Jó. Az öreg naplója, részlet. Végre megtaláltam. Annyi év keresés után végre megvan. Szanad fáraó kincse. A társaim az utolsó pillanatban kiszálltak. Bevették a helyiek buta mesét egy átokról. Mindig is tudtam, hogy nem méltóak erre a vagyonra. Az itteniek szerint, ha valaki elvisz a kincsből, a fáraó legerősebb harcosa visszajön a halálból és kegyetlen bosszút áll. Addig nem tér vissza az örök nyugalomban, míg a tolvajt és az örököseit el nem pusztítja. Ha, nevetséges. Hú, jó, hát Menj innen! Nem akarom elvinni! Nem kell a vagyon! Nem kell! Ne várj! Nem akartam elvinni a vagyon! Nem vagyok tolvaj! Csak meg akartam nézni! Az örökség 2015. hó másodika. Akkor itt a vége. Fuss el, véle! Assza innen itt, ez nagyon jóra sikeredett, srácok! Nagyon örülök neki, hogy... végigjátszottam ezt a pályát, tényleg le a kalappal előttetek. Mindenféleképpen nézzétek meg a csatornáikat, ott van a leírásban. Úgyhogy köszönjük, hogy végigjátszottad. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a végignézést, remélem tetszett nektek ez a videó, és ha esetleg szeretnétek még hasonlót látni, akkor írjátok meg kommentben, amit pedig a videó elején mondtam, ne felejtsétek el. Köszönöm, hogy végignézted, Doggy voltam, sziasztok!